Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki: ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Szeretett testvéreim, a mai evangéliumi részletben arról hallunk, hogy a szigorúan ítélő és kemény szívű emberekkel ellentétben a mennyei atya magatartását követő Jézus szeretettel fogadja a megtérni szándékozó bűnöst. A sokaság zúgolódik amiatt, hogy Jézus egyáltalán szóba áll egy bűnössel. Zúgolódásuk abból ered, hogy Zakeus a megszálló római hatóságok szolgálatában álló fővámszedő lehetett, akinek gazdagsága csalásból és zsarolásból származott. Az emberek csak az elkövetett vétkeket tartják számon ebben az esetben. Szemet hunynak afölött, hogy a bűnös jóvá szeretné tenni az általa okozott kárt, mert képtelenek arra, hogy megbocsássanak embertársuknak. Ezzel a kegyetlen emberi magatartással szemben Jézus megértő és irgalmas szeretettel fordul a kíváncsiskodó vámszedő felé. Felismeri magatartásában a kezdeti hitet. Nem rója fel bűneit, nem szor átkot a fejére, és nem csatlakozik a sokaság ítéletéhez. Ma a te házadban kell megszállnom, mondja a vámosnak. És ez a kell nem azt jelenti, hogy Jézusnak szállásra volt szüksége, hanem küldetéséből fakadó feladatára utal. Ő az atyától azt a feladatot kapta, hogy irgalmas szeretettel forduljon a bűnös emberek felé. Jézus úgy tér be ez a vámoshoz, mint barátjához. Ez a nyíltság és közvetlenség vezet Zakeus megtéréséhez. Legyen mai vasárnapunk feladata ez, lássuk meg életünkben, hogy a szeretet hol lehet és hol kell megelőlegezni, és higgyük el, ez a nagylelkűség ritkán marad pozitív válasz nélkül. Amen.